Alóka! Mármint, hogy kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Üdv, üdv és hát csá! A mi újság, hogy teltek az ünnepek? Jézusom, hello mindenki, szia Black Luck, Johnny Hero, Timi, hello, hello, Marci, Gyávanyúl, Vatkender, Enko, Akonag, Siperfan, Enkót már mondtam, úgyhogy még egyszer nem mondom, és hát Johnny Hero, üdv, és nagyon-nagyon szépen köszönöm az intro alatti 54-et. De, wow, wow, hát utólag is hype-oljuk meg. Itt az intro alatt azon izéltem, hogy működjön a stream deckemen az, hogy be tudjam nyomni nektek, a, vagy így az emótokat tudjam használni, mert hogy itt hazautaztam ugye a az ünnepekre, és hát mindent elfelejtettem, hogy mi az, ami már kész volt a beállításban, és mi az, ami nem. Hát még van mit csinálni, mert hogy aki lemaradt, az kimaradt, ugye, hát itt a nagy rendszer újra telepítések, új eszközök és egyéb csinyadratta volt az ünnepek előtt. Úgyhogy meglehetősen, de amikor hazautaztam, meg itt a karácsonyi ünnepek alatt, hát jól esett nem arra gondolni, hogy mennyi mindent kell még itt így hát rendbe szedni, de felvesszük a fonalat. Ma este pedig ilyen elképesztő chilles, egy kicsit üdv újra a számítógép előtt című stream lesz, úgyhogy vonatozni fogunk. És a masinista pedig valami jó név. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 6. hónapot. Csőzet, csőzet pörögjenek a hype-ok. Köszi, köszi, köszi. Ezen kívül, amit még gyorsan meg kéne köszönnöm valahogy, de hát ugye nyilván ez ilyenkor ilyen veszett fejszennyele kategóriába kéne sorolni. Az irgalmatlan mennyiségű off-stream követés, amit nagyon-nagyon szépen köszönök mindenkinek. Hát megpróbálkozok. Valaki, Marcellus, Nóra, igen Nóra, Raven Dragon Flame Next, Huncurak, Huncuturak lenne, de mindegy, Máté, Erik, Dakoca, Istvánka, Keverd, Lekváros Hurka, azért az ott egy taps. Remélem halljátok a hangeffektet. Cat X, igen, azt hiszem ők már voltak, de köszönöm szépen mindenkinek a követést. Meséltek kinek, hogy teltek az ünnepek, évek közben mindjárt elindítom a videójátékot, és chillezni fogunk. Ha még emlékeztek a Station to Station nevezetű videójátékra, ahol hát vonatállomásokat kellett összekötni, röviden és tömören. Így ennyi. Ez a terv így a mai napra, úgyhogy semmi nagyon elképesztően durva. Egy dolgot még elmesélek, ez pont így a mai nap, vagy hát inkább a tegnapi napnak a történése. Ugye tegnap érkeztem vissza Vidékiából, ahogy ezt ugye szokás mondani, Mordorba, ahogy szintén szokás mondani Budapest, hát tehát Budapestet. Na mindegy, és a lényeg az, hogy hát ugye emlékeztek, akkor beszéltünk arról, hogy lehet, hogyha visszatérek az ünnepekről, ilyen beigli hangulatos, egésznapos Baldur's Gate hármazásokba lehet, hogy belekezdünk, mert hogy nyilván egyelőre még kimaradt ez a játék, és hát ugye nyilván egy nagyon-nagyon jó játékról van szó. Na most ez odaig tartott, hogy ugye itt a hangeszközök keveredése meg nehézsége miatt kellett egy, hát azt a PayPalomról le kellett hoztanom a money-t, viszont még nem érkezett meg a money, és nem tudtam megvenni a játékot. Úgyhogy ültem, hogy tehát az a számla, ami össze van kötve a Steam-mel, azon nincsen pénz, mert még a PayPalról, ahonnan már nincsen pénz, onnan még, úgyhogy hát úgy hozta a jó sors, hogy egyelőre nincs meg a játék, elbénáztam. Úgyhogy ez is megérdemel egy tapsot. Találkoztam el Frodóval, én magam vagyok Frodó, a magam 180 centivel, én vagyok Frodó, vagy na jó, nem, 186, annyi. Úgyhogy így. Büszke vagy rám, köszönöm szépen, Mirvan, köszönöm szépen, ezt már megérte akkor elmesélni ezt a történetet, legalább valaki büszke rám. Ami még itt ilyen változás lehet, így gyorsan feltekertem a... Hát, hogy így két ünnep között legyen már egy kis ilyen... Hát, hogy is mondjam... Hát egy kis hangulatos világítás. Azért nem szeretem ezeket korábban, mert elveszi a lényegét, legalábbis nálam.
Úgyhogy így. És neked is van egy Samud? Hát hívhatjuk a kocsit Samunak, én azzal mentem vidékre. Úgyhogy így. No, közben elindítom a játékot, azt akkor meséljetek, kérek, hogy teltek az ünnepek, még tudtok-e beiglíteni, mert hát az is hát ugye nagyon fontos része azért ezeknek az ünnepeknek. Én nem tudok elég mákos beiglíteni, az a best, még mindig az a best nálam, úgyhogy dagadék, ezt kell mondani, de szerencsére azért nem zabáltam annyit az ünnepek alatt, hogy elképesztő probléma legyen belőle. Úgyhogy, jaj, várjatok, már indul is a játék, ez gyorsabban elindult, mint gondoltam. That's what she said. Na, Gamesco. Ja, csak hogy, aha, hát igen. Ez az, amikor nem vagyok felkészült. Fiai, mozgok. Na jó, fejezd be. Igen, oda sarokba, streamer sarokba. Úgy, mindjárt játékkép is lesz, nem kell itt hamariskodni. Ott az már az. Ezt honnan tudta, hogy ezzel akarok játszani? Ja, mert ő monitor, tehát ez teljesen hülye. Nem az kell. Várj, nyugi. Nem ez kell nekünk, hanem az. Mindjárt. Most. Ott van. Nagyon szép. Megoldotta. Összesen 2 szelet beiglítettem. Ha zserbót kérdezed, az más kategória. Mennyi zserbót ettél? Akkor miért van, erről beszél. Ja, hogy nem ettél akkornak beiglit, hanem volt helyette minden más. Elfogyott a beigli, hála jó égnek. Az igaz, én nem szeretem a beiglit. Hogy lehet a... Na, nyugi. Hát a beigli ez jó. Jót kell lenni. Az egy nagyon nagy trükkje. Van egy kicsit halkabbra, szóval, hogy az egy nagyon nagy trükkje a beiglinek, hogy nagyon sok rossz van, de van nagyon jó is. És amikor nagyon jó teszel, az muassi magnifik. Elképesztően jó. Összesen 2 darab. Igen, a zserbó. Mégsem ennyit, 2 dobozzal hoztál zserbóból. Nálunk nagyon kis csöndes karácsonyozás volt. 2 kisebb beigli megy, egy pici gyümölcskenyér, meg amit ősszel hoztál. Értem. Hát kedves egészség, gyümölcskenyér. De régettem gyümölcskenyér. Belgi helyett nálunk finn diós koszorú van. Diós koszorú. Aha. Tobi, hello! Hogy teltek az ünnepek? Köszönöm szépen, csendesen, dolgosan. Azért icike-picike pihenővel, de jó volt abszolút nekem is. Nagy imbeglia, szuper jó, amilyen vastag a tészta, olyan vastag benne a töltelék is. Hát egy új tészta, 2 új töltelék, vagy valami hasonló. Mit hozott a Jézuska? Hát... semmit. Vagy már mit, hogy a családdal voltunk nálunk egy ilyen alapvetően, hogy is mondjam, nálunk egy olyan iratlan szabály van így már egy ideje a családban, hogy nálunk nem nagyon van ilyen nagy ajándékozás, vagy hogy mondjam, hanem inkább igyekszünk úgy alakítani mindenki, hogy együtt lehessünk, és ez az ajándék, hogy sikerül összehozni, remélhetőleg, hogy együtt töltsünk időt, úgyhogy mi abszolút így leálltunk az ilyen nagy ajándékozásról. Nyilván néha azért előfordul, de semmilyen nagyon durva, úgyhogy így ennyi, itt hozott a Jézuska, hát most új mikrofont így hála nektek, mert nyilván itt a közösségi támogatásnak köszönhetően volt egy picike félretett money, amit itt, amikor elromlott a mikrofon, akkor arra lehetett költeni, hogy hát nem streamer gép épül, hanem lett egy mikrofon, ami elvileg jól duruzsol a fületekbe, aztán majd megint állítani kell, vagy nem tudom, szóval majd mondjátok, hogy jól szól, ha nem jól szól, állítunk, vagy amúgy meg fogjam be, azt játszak, ez. Na, play! Ott tartottunk amúgy, hogy ha minden igaz, megcsináltuk az első világot, és a második világból még van 2 map. Ez azért nagyon jó, mert konkrétan nem mindenre emlékszem, hogy mit, hogy kellett csinálni, de majd visszasegítetek engem. Azt mondja, hogy ott a négyes map jön. Let's go. Csú-csú! Na, örülök neki, hogy tudsz haladni a setup-pal. Hát annyit tudok haladni, hogy hát így... Nem. Mármint, hogy én sokkal jobban örültem volna, hogyha a mikrofon, ami amúgy tök jó mikrofon volt, és én nagyon szerettem a Beaconnek a rendszerét, a mixert is, meg a mikrofont is,
ha az nem szart volna be, annak így nagyon tudtam volna örülni, mert hát igen. Igen, tehát, hogy így drága buli az audio cucc. Beigli már nincs, de kókusz golyó meg itt figyel. Nagyon helyes, jó kókusz golyózást. Puder tükör tánc. Remélem, jól mondtam, mindig elrottak a nevekkel mindent. Várjál, van ilyen külön gombom köhögéshez, hogy nem halljátok. Na, itt vagyok. Tücsi! Hát, pörögjenek a hype-ok, köszönöm szépen a 9 hónapot. Most nem tudom, mi van ebbe a szobába. A szokásoshoz képest rohadt meleg van. Mindjárt klímát kell kapcsolni télen. Szakad rólam a minden is. Vagy csak zavarba vagyok, hogy ilyen elképesztően nagy lelkűek vagytok továbbra is. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Tücsinek ezúttal a 9. Teach Babyt. Pörgessétek a hype-okat. Elvileg beállítottam, működik. Úgy, de jó látni téged. Akkor jó van, akkor... Hello, hello. No! Complete all 18 buildings, az a feladatunk, az a cél. Kényelembe kell helyezni önmagadat. Nagyon fontos, hogy chilles stream, beszélgetünk. Beleduruzsolok mindenki fülébe. Igen, most pedig found a challenge. Na jó, hát hogyha ez úgy szól nálatok is, mint nálam, az már azért durva. Szerintem nálatok kevésbé duruzsol, nem tudom, az én fülembe szerintem nem ugyanaz megy. Nem mindegy, lehet, hogy mégis. Na mindegy. End the level with at least, persze, $1,000, hát láttál te már $1,000? Én nem láttam, láttál te már $1,000 egybe? Hát Twitch streamereknek ilyet kiírni, pláne Magyarországon $1,000, hát mi vagyok én, ne szállj. Mármint, szóval, na nyugi. Krea! Nagyon jókor jöttél, köszönöm szépen a 45-öt, pörgessük oda is a hype-okat. Ez már ilyen lovat? Vonat szituáció, ha már a játékban, akkor lassan a Twitch-en is pörög. Köszi szépen a 45-öt, a 700-át rúgja meg a macska. Kellemes neked is utólag is. Szia Lonely Wolf, üdv. Na jó. Star Challenge, make two railroads cross each other 3 times. Hát ez hülye. Na lássuk, mit kell csinálni. Jó, hát a számítógépen felrepül majd hamarosan, de ez lehet, hogy be kellett volna állítani még egy-két dolgot. Lehet, Krea. Na azt mondja, hogy van olcsó hidunk, meg heavy freight train. Ah, oké. Na és ott van épület, meg ott van épület, hogy volt tab az, aha, hát ezt eszembe jutott konkrétan. Ja, van hang, egy hirtelen itt izé, felnyomom jobban, és akkor halljuk. Na, és akkor valami stekkelés volt, hogy össze kell stekkelődni, és akkor lesz igazán tuti a dolog. Innen le kéne jönnünk. Igen. Szóval, innet, az pedig az a tökéletes magyar kifejezése, innet. Innet oda, és onnat meg ide, ez a terv. Aztán persze ebből bármi előfordulhat, és ezt úgy kéne előadni, hogy innen egy nagy híddal szerintetek le tudunk jönni? Ejjjj, $50 ugye ez lerak. Figyelj! Mindjárt kiderül, tüdérhapci. Ezt ide, és akkor igen, Ócsó Jánosos híd. Ha mondjuk így ez működhet alapvetően, de mi lenne, ha mondjuk úgy csinálnánk, hogy így. Aha, 35 dodó. Aha. Klucs, nagyon jó. Üdvközben a frissen érkezőknek, hello. Megérkezett a muzsika, kellemesen el tudunk pillendni, élvezni a streamet, remélhetőleg legalábbis. El kell használnunk a kártyát. Select heavy... Ja, tudom már, hogy működik, igen, és akkor ezt a kettőt kötöd így össze. Itt kell egy ilyen kanyarintáska, és akkor így, és heavy. Very heavy? Ezt már megy is. Nagyon szép, csak emlékszek. Örög. Ez olyan, mint a jöztök, a lehetséget. Én nem használom a jöztök kifejezést, ez kicsit keletebbre hallom, hogy nagyot megy. Ez ugye új épületek. Pű.
Nagyon jó. Igen, és új kártyák. Aha. Ringy. Na jó. Crossroad, eddig még nem volt ilyen, amikor játszottunk. Az olyan döbröcödi kifejezés, nem? Így, Krea, hogy mondod? Várjatok, mert csipog a telefonom. Még egy óra. Akciója, hagyjál, mert nem költek. Igen, jó, hát nagyon fontos értesítések vannak. A karácsonyi feeling jegyében amúgy, hát Beiglit elfelejtettem behozni, de hoztam be ilyen csokoládét. Ez Winter Edition. Mézes kalács ízű. Ott van mézike. Nézd meg. Ott vigyorog. Konkrétan winter, karácsony íze van. Úgyhogy eszek is belőle, úgyhogy most ilyen ASMR nyammogás fog történni. Na jó, fejezd be. Igazán élő a stream, mi? Sziasztok, nem tudja valaki idén streamel-e még Neszeng, nem fog. Úgy búcsúzott el, hogy januárban találkozunk. Idén ilyenkor van neki a szünet. Szabadság. Szerintetek? Na most tök őszintén, aki ismeri a Palit? A Nessalit? Tegyétek már a kezetekre a szívetek. Szerintetek a csávó nem dolgozik? Lárifári. Munkamániás a Pali. Ezért vagyunk jó haverok. Nem lehet minket lelőni. Milka a kedvenc csokim, mondjuk kinek nem a kedvence. Van, aki másfajtát szeret. Na most tényleg. Na várjál, ide neki kell szerszám, meg víz. Ott van víz, ott van szerszám. Na de várjál. Aha, innen át kell vinni ide. I see. Így. Igen, és akkor innen bekötöd oda. Hát mondjuk az lehetne heavy. Hát, mi van, ha ez nem heavy, hanem ez lesz innen ide a heavy? Ha. Meg nem is feltétlen kell így kötni, hanem lehet, hogy ezt bekötöm ide, és ha ezt összekö... Aha, mert hogy, tehát, hogy nem kell direktbe, tehát hogy a vonalon végig tud menni, értitek, mit akarok mondani, csak nem tudok beszélni, nem tanultam meg beszélni. Ez ilyen boncolós stream lesz, boncolós. Ja, hogy kezeteket a szívete, ja, hát de figyelj, van a boncolós játék. Én azon nem játszottam, de simán. Csak hogy a pénz miatt gondolkozom azon, hogy... Lehet azt kéne csinálni, hogy a heavy az az legyen, ami bekötődődik ide, nem? Tudod mit? Túl, van, túl komplikálod, túl gondolod, nyomod, nem engeded el, ugye? Hű, az oda bemegy, az ott bent van, bónusz. Newstalinger bónusz, igen, oda kell. Miket beszélek, te foglalkozz vele, teljesen hülye a Pali. De a zene az jó. Ja, milyen bé... Új kártyák vannak, főnök. Ó, te oda nézzél. Crossroad, cheap izé. Hát ócsó is, meg jó is. Na várjál. Adj egy ócsó kártyát. Az beköt... Ilyen blogged. Mi az, hogy blogged? Te vagy már egy blogged. Működik az. Heavy. Nagyon jó. Kellemes estét mindenkinek. Hello. Dobáljátok meg, nem szeretem a csokit simán, a csoki is dolog oké, hajszál vékonyan mondjuk a kekszen. Hát kinek mi, meg hogy? Hát nincsen ezzel semmi probléma, de majd elbeszélgetünk amúgy. Nem, de nyilván teljesen normális. De megvan, hogy mi az, amit szeret, meg hogy szereti. Várj ezt ide, és akkor várj, benyomok egy ilyet, meg egy ilyen, és az jó lehet, hogy... Hogy mondjuk így.
Tech bónusz, baby! Gyere rám, baby! Na, bocsánat. Még új a cucc, még új a cucc. Nem bírom. Igen. Nani? Ez kidobálta oda a cuccot, hallod? Na, ide kell a szén. Meg iron. Aha. Ott az, az úgy egybe van. Aha. Nem aha. Luxury passenger train. Oszt azt hova? De várjál, mi a felkiáltójel itt? Mi a baj? Passengers. De hova menjenek a passengerek, te szerencsétlen? Hát nincs is város. Ti látjátok a várost? Én kizúmolok. Hol a város? Mert ugye a Luxury Passenger Train az városokkal kötődik össze. A fiúk a bányába dolgoznak? Abszolút, innen, itt ez az a bánya. És ide kettő? Be tud így? De hogy ne tudna? Ide ne tudna. Hát ott van a kettő. Csodálatos. Csodálatos. Úgy. És akkor Tuin Van, ne? Ide. Igen, tehát hogy azt oda kéne. Aha. Mix the train. Carries both goods and passengers. Okay. És mennyibe kerül ide jönni? Hűha, az sok lesz, Móni. Mindegy, és megcsináljuk, aztán majd javítani kell a pénz mennyiségen. Ez 224... Hát figyelj. Az ott a, az a két híd, az vad. Azért az vad. De mehet. Nagyon sok cuccot, mehet. Oda néz, hát azon, tehát én nem megyek föl, nem hogy egy vonat. Mocskos pénz, mi más? Úgy tényleg, ha már így a kedvenc filmek és idézetek, hamarosan lesz a tévébe, ahogy láttam a reklámokból. A kedvenc, egyik kedvenc film az Oscar, úgyhogy készüljetek, azt hiszem szombaton, vagy nem is tudom melyik nap lesz valamelyik, de nyilván, de, tényleg fent van valamelyik streamingen? Chat. Szia Tündi, hello, hello. After Eight, na az az, amit nagyon nem szeretek. Mentol, oké. Okay. Csoki, oké. Okay. Együtt, hányás. Konkrétan nekem legalábbis. De ez én vagyok, tehát hogy de még lehet szeretni, meg minden. Produces steel. Aha. Várjál, mert ott is kéne, és a stilót, oda kéne elszállítani a stilót. Mentolos csoki a best, biztos, hogy nem. After Eight a legjobb. Kezdjük el bannolgatni itt amúgy az ilyen rebellis jellegű, mint hogy boldog karácsonyt mindenkinek is, kellemes új év, vagy fordítva. Jaj, édes Istenem. Mentolos csoki a best, csak drága. Na, hát ez meg a másik. Minek vegyem ilyenről, drágán? Na jó, befejeztem a hülyeséget, azt mondja, hogy építések. Hashtag Team Martin, nem szeretem a mentolos csokit. Én se. Hello, hello, Aurin. Jó, ezt kéne megcsinálnunk. Meg ezt ide kötni, tehát ez a vonal, ez egy vonal lehet. Hát, na. Nem véletlen a dolog. Ez a vonal egy vonal lehet. Jó, ez meg itt egy másik vonal lehet. Így kötött be. G-Bridge. De mi van, ha nem bridgelünk, hanem csak így szimplán. Heavy? Nem, csak sima. Ez csak sima. Jó, pace. És akkor most kéne olyat csinálni, hogy összekötögetni a városokat majd. Az például fontos lehet. Már csak azért is, hogy
a passenger train-t, meg lehetne a luxury passenger train-t csinálni. Cityi. Cityi? Boldog húsvétot kíván a máv, mármint, hogy a késésért elnézést, igen. azt nem felszabálni kell, hanem minden este megenni belőle egy lapkát és élvezni. Ja, mármint az after eight-et. És minden mindig este 8 után kell. Hiányoztam, mi? Na. Szörnyek vagytok. Na figyelj ide. Oda én lerakok egy A-lomást. De előtte lehet, hogy ide is lerakok egy A-lomást. Ide. Meg azt mondja, hogy ott már nem jó, ott jó. Ott nagyon jó. Oda. És akkor eztet most én bizony mondom nektek, hogy itt így jó bekötjük. Oda. Luxury passenger mix, nem. Mondjuk a mixtre is lehetne. Várjál, a mixtrain az jó lehet, mert idehez... Nem. Oda nem szá... De, mert oda vizet kell szállítani. Mixed. Legyen mixed train. Mondjuk ezt luxury passengernek akartam, de legyen mixed. Csúcsú! Jó. És akkor azt fogjuk csinálni. Kérlek szépen titeket én. Kérlek szépen titeket. Ezt itt így ügyesen, okosan úgy behaintod. Itt amúgy heavy is lehet. Ne. De szerintem nem kell, csak sima. Igen, és akkor a vizet azt meg innet bekötjük oda. Úgy. Kérlek alásan. Úgy. Gyerekek. Pörög a mani. Virisd a lóvét, érted? A Gangsta Zoliék énekelték így annak idején. Ők énekelték. Virisd a lóvét, virítom. Az ő a gangsta. Hű, de hülye vagyok, te jó Isten. Nekem hiányoztál, igen. Aww. Bár most így december végén előre vagy késve kíván a MÁV húsvétot. Hát előre, mert hogy majd most felülsz, megérkezel húsvétkor. Hát nem. Bebem. Oda kell egy állomás. Egyszer, meg oda kell egy állomás. Kétszer, és akkor kellene egy cheap bridge. Ott el tudom amúgy, ott el tudom hozni. Boy. Jó. Very good. Oda kell még egy állomás. Ja Istenem, mi történik? Lacika, nagyon-nagyon szépen köszönöm a második hónapot. Az majd most jön. Előtte lejárnak, köszönöm szépen a rédet. Üdvid, hello, hello. Boldogot, meg karácsonytot, meg mindent is. Köszi szépen a rédet. Hello, hello mindenkinek. Pörögjenek a hype-ok, meg az üdvözlégyek. Üdvözlegyek. Na, ezt oda bekötöm. Az cucc. Jó. Ezt itt így elvezetem. Jaj, Jézus! Aha. Nagyon szép van az. Csúcsú! Nagyon jó. És akkor ezt most bekötjük. Így ide. Az mehet heavy-be. Heavy train, yes. Igen. Ez mind szép és jó, és akkor ezt kellene bekötni még oda. Ami azt jelenti, hogy ha ide bekötöm, már bekötöttem oda. Hát az extrákat nem annyira hozom, de nagyon szép pályákat építek. Ezt azért mondjuk ki. A P
pénz, azt nem lesz meg a pénz. Szia Leia, hello, hello. Várjatok, ha már beállítottad, gyomom én is a hype-ot. Nem mondtátok itt közben, hogy mennyire oké a mikrofon hang, vagy nem oké, vagy amúgy meg tök mindegy, ne is legyél a képernyő, meg ne is beszélj, menjen a game. Mehet? Ez egy néma stream lesz, nyugi. Állítólag ez nagyot megy. Sok a szóbiengor. Kérdés itt közben, hogy meg vagyok-e fázva? Nem. Nem vagyok megfázva, csak még nem sikerült akkor ezek szerint. Kicsit náthás hangja van a mikrofonnak. Aha. Akkor nem sikerült még jól beállítani. Hát... akkor majd még állítani kell. Vagy... na mindegy, ezt a pályát még megcsinálom, azt akkor lehet, hogy nekiállok állítgatni. Na figyeljél ide! Oda még passengers kellene. De csinálhatunk egy ilyen double-di kereszt szerződés. Milyen mikrofonom van? Shure SM7B. És egy Go XLR lett beszerezve Avid által, úgyhogy ezúttal is nagy taps, meg szeretett neki. Na ja, akkor ilyen még nem az igazi a dolog, ha ilyen náthás. Nem vagyok náthás. Rá tudok játszatépít, hogyha azt lennék. De nem vagyok az, szóval akkor nem tudom, én már össze-vissza van itt állítgatva minden. Különben is, meg amúgy is. No. Külön sáv kell. Yes. Akkor erre ilyen luxuri. Szerintem nem lett meg a $1000. Ti mit gondoltok? Nem lett meg. Lúgy. De kész a map. A fő dolog az sikerült. A többit meg majd, nem tudom, azt mondjuk, hogy összejött. $172 hiányzott a rohadt manóba. Na várjál, kilépek a programbe egy picit. Igen, azt mondja, hogy mit állítottam most utoljára ezen a mikrofonon. Itt annyi minden van, hogy azt hinnétek, hogy ez egyszerű, de nem. Igen, mit csinálok? Nem tudom, mit csinál. Aha, na lehet, hogy ezt nem most kéne állítgatni. Jó. Az a baj, hogy a másik, azt hiszem, ami profilben van állítva, az meg ilyen nagyon-nagyon durmogós. Maybe. De a fene se tudja, lehet, hogy így, egy kicsit így. Az a baj, hogy beszélnem kéne, miközben állítgatom, és akkor talán egy fokkal egyszerűbb lenne állítani amúgy. Na talán most egy picit kevésbé ilyen durmogósos. Jó, hogy a zene közben. Várj egy picit. Na így már jobban lehet hallani talán engem. Az a baj, hogy igen, tehát hogy ezt nekem majd itt tesztelni kell. Most legyen így. Kicsit lehet, hogy ilyen orhangos, vagy nem tudom, de majd állítgatok, jó? Maradjunk ebbe. Vagy csinálunk egy teljesen rezeteltet. Jó kérdések. Csomó kérdés van itt, amire nem tudni a választ. Hagyjad így különben is. Jó lesz az, senki nem hallja. Nekem nincs ez fülem. Te nem ilyen... Zene is vagy? Zenei oskolába vagy? Karácsonyi hangulathoz illik. Ah, ja, értem.
Na várjátok, rámentek egyet, hogy megmaradjon az, amit most itt így azért kavirnyáztam rajta, aztán így. Na, mehetünk következő pálya. Ez az? Forró a helyzet, gyerek. Nekem melegem van, Pil. A szomszéd hülyének fog nézni, de én benyomtam a klímát, mert te nem izelsz. Fűt a gép, vagy én nem tudom mi van. A hegedűhöz meg a brácsához jó fülem van, nem hozzád. Fair enough. Na az, hogy igen, mind a 18 épületet meg kell csinálni. Hé, ezt csináltam most, nem? Nem. Ez egy másik. Jó. Azt hittem, hogy írtál, hogy ugyanazt fogjuk csinálni, de nem is. Tab. Azt mondja, Jézus Mária. Aha. Azt mondja, van itt nekünk Luxury Passenger Train, Heavy Freight Train, meg Mixed Train. Bezzeg most a klíma helyett vetkőzhetett volna. De hogy vetkőztem, vagy mit láttál, vagy tehát sírva mennének mindenki. Én itt neki kezdenék vetkőzni. Ajaj. No. A fontja, hogy hölgyek, urak, oda kellene bekötni ezt meg ezt, és az onnan érkezőt meg ide kötni. És akkor ezt, ami itt elkészül, azt kell bekötni a városokba. Ja, de hogy ott van még víz, meg... Ó, Jézus Isten, közben... Halló, bízkód, üdv. Amúgy a Mike hátulján is lehet állítgatni, ha sok az időd. A Mike hátulján be van állítva. Ott ilyen lókat, meg ilyesmit lehet állítani, azt nem nagyon kell cseszegetni, vagy hogy mondjam, szóval az jó, az működik. Az úgy gyáriba, az úgy nagyjából oké. Nem azt kell igazából állítani, hanem a hangszín, hangkép részét a programba. Úgyhogy ja. De köszi a csírt. Amúgy biszkut írtam neked DC-t. Én. Csak már én is elfelejtettem, hogy mit csinálok. No, szóval víz is kell, az meg itt van, de 1-2-3 városunk van, de csak egy vízem van, az így működik majd, vagy majd kapunk vizet, vagy mi? Csak vedd ki a vattát az orrodból, de nincs! Á, gyerekek, akkor mindjárt le... Tehát ne csináljátok, ennyire rossz amúgy a hang. Mert hogy akkor... Ne, tehát én meghűlök, ha nem jó. Akkor állítani kell, tehát az nem lehet, hogy nem jó. Olyan nincs. Igen, ezt ide. Ezt nem tudjuk összekötni egyen, úgyhogy ezt ide. Ezt ide. Az ott egy kavics. Ezt ide. És akkor ezt bekötjük ide. Jó, az úgy jó. Engem nem zavar. Én csak szivatlak, nem ismerem a hangot, tudod, mint tanár úrnál valami recseg, mínusz három napig keresi. Na jó, de tanár, na jó, most... Na, menjünk tovább. Menjünk tovább, ezt most elengedem, erre inkább nem kommentálok. Jaj, azt le akartam csípni, hogy kell vissza, valahogy volt vissza. Júj. Látod meg, balul. Checkpoint. Jó, ezt le akartam csípelni. Azért, hogy... Platy. Igen, és akkor ezt meg... Ide és heavy-be fogjuk bekötni. Így. Akkor összesztekkelődik egy kicsit. Oda néz, micsoda stekkek. Oda néz. Ha. Mindenkinek be van akadva valami ennyi. Ja, csak valamikor... valaminek van alapja, valaminek nincs alapja, meg... Na mindegy. Megkaptuk a vizet, amit én kérdeztem, hogy...
hogy víz honnan lesz ennyi helyre, de megvan. Oké, azt mondja, hogy kellene nekünk valami megoldás arra, hogy itt ide jusson cucc, meg ide jusson cucc, és itt vannak a vizekek. Aha. Hát ez csodálatos. Aha. És ráadásul jól megszivattam önön magam, mert ezt innen ki kell vezetnem arra felé, úgyhogy az egy jó kör lesz. Na jó, akkor először egy luxury train-t fogunk előadni. Méghozzá e között a kettő között. Neki elég ennyit mondani, és ideges lesz, ha nem recseg, akkor is arra akartam utalni. Ja! Jó, hát nyilván. Ezt mondjuk megértem én is. Én is eléggé azért technikai rész... Jaj, nem jó gomb! Technikai részen én is szeretek el hülyéskedni, meg én is eléggé maximalista vagyok azzal kapcsolatban. Csak mondjuk pont olyan szinten beszélek róla, meg adom, meg próbálok jó lenni, amennyire értek hozzá, nem pedig azt mondani, hogy amúgy rohadtul értek hozzá, de nem. De mindegy. Mindenkinek megvan nyilván a saját kattanása, ez viszont tény. Csú-csú-csú! Hát gyönyörű szép ennyi pénz. Gyönyörű szép. Azt mondja, hogy híd. Híd. Crossroad. Heavy. Meg mixed. Aha. Jó. Na. Erre nem tudunk építeni más fajtát. Oké, okay, ez eddig teljesen világos. Valahogy ezt is be kéne kötni. Ez egy külön procedúra lesz. Igen. Hú, gyerekek, ez izgi lesz. Na jó, azt mondja, hogy itt így lejövünk. Így, nagyon csúcsú. Csúcsuri csúcsú. Ott úgy fölmegy el. Kicsit szebben menjél föl, légy szíves, mert pont benézne, a szívrohamot kap, hogy mit csinálok. Egy, azaz. Úgy. Igen, és ezt ilyen mixedre. Mixed train. Yes. Csúcsú! Jó, itt megy utas is, meg áru is. Záru. És akkor ezt kéne bekötni oda. Hát vagy az egészet. Igen, azt oda, igen. És akkor ezt a vizet, meg oda. A vizeket. Lehet, hogy egybe kéne a három vizet oda. De nem, mert kell egy ide is, ami... Várjál, meg gondolkodok, mert már... Jaj, ne! Ez fixen szivat, hallod? Normális az ilyen. Jó, mondjuk a... Igen, Tücsi konkrétan az megy. Tehát, hogy már fáj. Tehát, hogy lehet, hogy nem jó ötlet volt ez a játék, mert... mert fáradt vagyok így még, nem vagyok a agyi kapacitásom maximalizálásán, vagy maximumán. Ahhoz, hogy ezt így igazából úgy jól elő tudjam most így fejbe adni, de összehozzuk, jó? A fondja, hogy... Kicsit így kizúmolol. Igen... Ezt a kettőt tudjuk idehozni. És ez itt mi a húgykő? Mármint, hogy szóval innen van még kettő, ami ide jöhetne. Aha, innen jöhetne ide. Ez a kettő, ez nem ide kell, hanem hova? Oda! This game. Hát ez elkezdett szivatni, hallod? Szia, Kattusz! Hello! Várjatok, a vizet kellene megoldani például. Hogy mindent összekötsz, az bekötöd.
azt majd elosztják maguknak. Az is egy opció. Várjál, van egy ilyen, kettő ilyen. Igen. És egy, kettő helyre kell szállítani. Aha. Megfulladós. Hogy lenne jó, ugye? Tehát, hogy ez itt egy kérde, vizet megoldani, de hát az már... Ja, nem, hát úgy megoldani, hogy innen elszállítani a megfelelő helyszínre. Úgy megoldani. Nézd már, de jól néz ki ott. Hát szedi ki a cuccot. Az izéből. Földbű. Hát meghűlsz. Hát mi jó, néz már ki. Na, visszatérvén az agymenésre. Vagyunk 976 dolláron. Azt mondja, hogy kezdjük el. És akkor majd menet közben hát remélhetőleg kialakul a megoldás, mint olyan. Azt mondja, egyet ide leraksz. Meg ide. Meg oda. És akkor... Most ha így kötöm, hogy ide, és onnan oda, és de nem kell. Tehát, hogy össze lehet ezt így is kötni. És össze tudom így kötni heavybe, és akkor remélhetőleg stackelődik valamennyi. Aha. Good. Good. Besser, gösszer. Jó. Igen. Ez itt megindult. És akkor ezt például föl lehetne idehozni egy jól irányzott vasút építéssel. A vasutas játékban, érted? Úgy a kettő egymás mellett pont elfér. Mi az, hogy blogd? Mi az, hogy blogd? Hát mennyire vagy részeg? No! No! Nagyon részeg, és nagyon hülye vagyok, mert ugye az a... Az a mixed line... De akkor ide miért nem, ide is csak mixed line-t lehet? Azért nem tudok ide kötni? Áruszállítót? Shit! Jó, nem gond, mert errefelé, ha elvisszük a zárót innen, de bekötjük még azt is, és az egészet bekötöm oda, akkor végül is... Aha. Szia, Mikey. Üdvüdvüd. Itt kártya. Mountain train. Micsoda? Earns you extra money based on the high difference between the stations. Kívánok jó napot, meg szerencsekártyát, meg szerelemkártyát is önöknek, maguknak, nektek. Jó, hát figyelj. Figyelj ide. Ez a kettő, ez így lehet egybe. Ez a kettő szintén lehet egybe, és ez az egy meg lehet egyedül. Állítólag. Jó. Ott van még egy, csak hogy az állomásokat lerakjuk. Hogy az legalább meglegyen. Csak hogy így kellene, így volna a bolyolcs, vagy inkább így. Jó, így. Na, a fondja hogy? Víz, víz, víz ide. És ha itt ezt bekötöm, akkor nem jó még, mert ezt össze kéne kötni oda, csak nem tudom oda kötni, tehát akkor be kéne kötni ide ezt, hogy legyen egy... Olyan vonal, aha, adjál egy olcsó híd kártyát. Már mondjuk lehet, hogy nem, hát mondjuk ott két híd is van. Ezen gondolkoztam itt, hogy, hogy itt ez a híd lesz majd durvább. Jó, mindegy, csináljuk meg a pályát, aztán majd az okosok elmondják a komment szekcióban, hogy hogy lett volna ez jóval olcsóbb, meg bölcsebb. 114-be kerül. Ja, de ráadásul elhasználom a chip kártyát. 200-ba kerül! Hát te hülye! Ó, bazdák! Igen, hát alapvetően a gondok, mint olyanok, hát nagyok. De majd mindjárt a megoldás, mint olyan,
az elménkbe belehasít elképesztő fény sebességgel a csípkártya. Még működhet is, és oda még nem tudom tenni. Mert ki kéne jönni ide, és akkor tudnám oda tenni, aha. Aha. Kicsit visszább. És így. És ez lehet Mountain Train. Hegyi vonatos. Igen. Ez egy roadblocked. Te vagy már egy blocked. Ez rohadtul nem biztos, hogy jó így. Kis foci. Igen. Jó, és akkor most van az. Szerintem öngolt is lőttünk majd, hogy nem. De még azért még várt ki a végét. Innen kellene steelt, meg ide, most innen elkészül a steel, amit el kéne szállítanunk oda. De hogy alapvetően azt is lehetne, hogy ezt bekötöm ide. Vagy... Nem, várja, ez a kicsike, ez így egyben van, ha? Ja. Cross. Hú, banyek, ott van egy emelkedő. Azzal nem számoltam. Hűte, hát ez hűte. Jó, hát ha meg kell, hát meg kell, ugye? Mert heavybe. Hogy... Igen, hát pénz az nem nagyon van. Mondjuk van még 900. Szia vicces farkas, hello. Hű gyerekek, jó, nyugi. És akkor ezt az egész őrületet kéne bekötni még. Meg azt. Ott még nincs is állomás, se nem. Akkor azt onnan... Nincsen kártyám se. Úgy. Be vagyon kötve. Megfulladok, semmi baj. Hát itt így föl lehetne így hozni, de hát az végtelen pénzbe kerül, gondolom. Mondjuk az is, hogyha itt így felhozom, $200-ba kerül, bazne. Veldurfok, Veldurfja. Hát hello. Nagyon szépen köszönöm a 36-ot. Hát boldog karácsonyt, és még egyszer így utoljára. Neked is, nektek is. Pörgjenek a hype-ok, mert már ha már beállítottam, mehet. Mi a helyzet? Hát itt agyalgatunk, ennyi a helyzi. És oda nem tudom. Mert hogy azt még, ezt a részt be kell kötni az ebbe. Tehát ide nekem kellene, hogyha ide bekötöm ezt, innen ide mennyi? 142, szumma az egész $200. Aha, az jó pénz. Azért én azért már csinálok valamit. Csak mondom, $200, mármint a... Jó, mindegy, nem lesz pénz. Hagyjál békén. Rohadt szemét, viszi a pénzem. Jó, és akkor még a vizes 8-as miatt be kell kötni ezt, nem? Hogy mi az, ami nincs bekötve? Ez most már be van kötve. De várjál, elég lesz nekem ezt ehhez kötni, és akkor már be van kötve minden. Aha. Na ja, csak ennek egy picit drágába kerül, és itt nem tudunk felvonatozni. $200, aha. És hogyha innen jövök... Nem. És ha innen jövök... Too steep. Te vagy már egy túl steep.
260. Uh-huh. És hogyha innen jövök ide, $49 bébi is megvan. Na, erről van szó. Hát mondjuk nem kapunk elég pénz bónusz szerintem, és akkor 800-900 dollárra jövök, vagy nem lesz meg az 1000-es, de megvan a pálya. Jó! Üsse a kavics! Jézus úristen! Azért azt a cikcakot, amit itt előadtunk, azért az hello. Azt nézd meg! Hogy melyik állomás, meg város honnan kapja a miét, azt nem lehet követni. Mi újság, Veldur? Mi a helyzet? Minden oké? Okay? Úgy. De várjál, most a hatodikat csináltam. Aj, de hülye vagy, te streamer, te... Szóval, hogy igen, tehát... A francba, ez kivarad. Mm-hmm. Complete all seven buildings, az a fő cél, és $750 maradjon legalább. Egy $200 bónusz kellene egy hegyi vonatkártyával. Aha. Ok. No, hát akkor... Nosza rajta. Tabulátort megnyomom. Jézus. Aha. Egyértelmű a megoldás. Már is hal. Hal kell a városnak. Yes. Ez itt a cicsi. Hű, te gyerek. Ott van a steel. A steel kerül oda. És a víz kerül a városhoz, meg a steel műveknél elkészült izé. Jó. Oké. Okay. Na most a legdurvább bónuszt, ha jól látom, abból tudnánk szerezni, hogy ezt kötjük össze ezzel, mondjuk egy chip, meg egy Mountain Tray kártya kijátszásával, vagy direkt be. Gondolom én. Tehát, hogyha ezt mondjuk ide lerakom, max újra kezdjük, hát most mi van abba? Igen. És ezt... Várjál? Heavy train? Ja, nem, azt majd ezért. A cheap bridge. Yes. Ez így 75 dodó. És ezt tudjuk heavy trainbe. Grant a bonus of 140 based on the high difference. De nekünk $200 kell. Hát epe. Ja, $200, ez most csak $130. Hát de mi az, ami akkor föntebb van, mint az? Differenciál művek, haló. Itt jó nap, az magasabban lenne, mint ez, de hát ez hazugság. Hát vagy ez és ez. Na jó, újra fogjuk kezdeni, most tesztelek, jó? Igen, és akkor ez itt, ha heavy trainre megyek, ez $150 differenciál művék. De várjál, tehát hogyha ezt most benyomom, akkor nem lesz meg ugye a $200. 70. Ja de, akkor ez most megvan. Vagy ez most nem arra vonatkozott az a bónusz, amit írt? Nem. Aha. Akkor restart level, akkor jó. Akkor lehet, hogy el kell engedni ezeket a extrákat, azt akkor majd tudjuk, vagy majd valami lesz. Előbb csináljuk meg a pályát, extrázni ráér. Házi feladatnak nektek. Aha! Még hogy nem lesz szünetbe házi feladat. Csokit kell lenni, én azt hallottam. Szia Ádám, hello, hello. Na, teli szájjal pofázik, gratulálok.
Hát vagy, ide fölviszem a vonatára. Tehát így fölmegyünk és innen le. Nem tudom, hogy egy poént azt megérhet. Csuk. Lerakom így. Majdnem jó. Nem teljesen így akartam. Nem, nem. Too steep. Te vagy már egy too steep. De hát olyan jó ötletnek tűnt. A francba. Nem röhög, együtt érez. Jaj, na jó, szóval. Afondja, hogy... Tab. Ami biztos és ami tuti... Az a tuti frutti. Ez... Hal. Ez fixen hal. Jó. Valami már történt, megszólal a zene. Innentől kezdve mindenki jobban érzi magát, hogy nem a kínos csönd közben beszélek én állítólag szarul beállított mikrofonnal. Na mindegy. Majd valamikor egyszer ez majd jó lesz. Pedig ma is állítottam rajta, de akkor ezek szerint nem az igazi még. Na, látjátok ezt, hogy beszéltünk erről? Ahogy bottátok, hogy ilyen orhangja van még mindig, vagy hogy mondjam, ezt, na ez például engem is zavar. Csak ugye nyilván agyalok közben, hogy lehetne megoldani. Hé, lehet ilyen ferdén is rakni állomást? Na ne. Hát ez új. Azt nézzen már meg, erre. Hegyi állomást csókolom. Legalább a processzorod nem 90%-on forog. Nem, az most csak 55, de a videokártya az 80-90 között vagy. Hát ilyenkor, amikor PC-n játszom, ugye az a... Nem, az a baj, hogy ezt ki kéne próbálni. De mondjuk akkor is túl steep így. Tehát ez az útvonal, ez túl meredek neki. Állítólag. Klárikám. De igazad van, Mikey, amúgy az tényleg nem... nem 100%-on pörög. Az egy jó hír. Az mondjuk egy nagyon-nagyon jó hír. Rákanyarodni az állomásra, gyerekek. Valami hülye nem jó helyre raktaná. Mögötte se tudok elmenni. De ne szívassuk már meg itt a... Jó népen. Komolyan mondom, hazamegyek, azt pedig itthon vagyok, ugye? Aha. Hát a gondok, mint olyanok. $42 történet. Működhet. Amúgy. És ott fel tudunk caflatni itt. Bónuszos, úgyhogy rányomunk egy heavy-t.
Már nincs is, sikerült valamit ügyesen beállítani, ne bánj, de magad légy szíves. Hát, nem nagyon állítgattam azóta, vagy hát így akkor hozzányúltam egy picit valamit, fogalmam sincs, hogy mit. Már most nem tudom meg felidézni, de majd, de mindegy. Jó, jó, valami van, pénz az nem nagyon van, de valami van. Oké. Okay. Afondja, hogy ezt kellene ehhez összekötni. Meg ugye a víz kell ide be, mert hogy kell a víz a városnak, de majd a vízet meg ezt a legvégén kell összekötni, hogy stack bónuszt kapjunk a városra. Szerintem jó hangja az orhangod, meg fog rá arra, hogy karácsony előtt beteg voltál. Hát nem akarok ráfogni semmit semmire, de hogyha nem, tehát nyilván nem azt mondom, hogy rossz, ha nagyon rossz lenne, azért azt hallanám én is. De azt szeretném, hogy a lehető legjobb legyen nyilván, de hát majd még én is tanulom magát az eszközt is, meg ezt az eszközt is. Szóval, ja. Meg szoknom kell, hogy ez a kábel most itt van, nem pedig ott, ahol eddig volt. Apró hülyeségek. Tudjátok, egy év alatt megszokik az ember valamit, és akkor változik, van egy változás, és akkor így pánik. Pánik, dráma, és hasonló dolgok. Jó, azt mondja, hogy a csíp izét, ezt most kihasználjuk, mert itt én így fogom bekötni. Azt mondja blogd, ne! Miért? Az ott le van zárva, nem lett? Ne! Hogy ott nem tudok elkanyarodni. Oh. Oké. Okay. Ez a little bit of problem, but yeah. Ez mondjuk 73 dollár így bekötni. Se baj, se baj. Be van kötve. Az a lényeg, hogy be van kötve. Így. Ez a dúdoló stream. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt titeket. Lehet, hogy az ott butaság úgy lerakni. Nem így akarom bekötni, hanem ezt rá akarom kötni ide. Hogy úgy jöjjön stackelődve, értitek? A cheesy-ót. Na, ezt először is ide be kell itt, ez nem maradhat most már akkor így tovább. Ezt ide rá kell kötni. Az igen, azt érzékeljük azt a manővert, ami ott történik? De fölmegy kajak oda? Hát mondjuk az így lehet, hogy jó lehet nekünk. Egy heavy train-es történetre. Nem, mert csak 131... High difference 29 méter. De mi lett volna több? Hát, hogy ha jó essen meg, akkor... Level complete. Na, húzzunk innen, mert most már nem tudom követni. De a missing. No, hát jó, azt hittem, hogy meg lesz, de nem. Na, de lárifári. Új helyszín. Jó, ezen a térképen elvileg megcsináltuk a kötelezőt. Az extrák nincsenek meg. És akkor van egy új térképünk. Meg van még egy új térképünk. Ajjajjaj. De melyik legyen, a Woods vagy a Hills? Legyen a Woods? Amíg megírjátok, hogy melyik legyen, egy pillés jövök.
és senki nem ért semmit. Na jó, na jó. Hát nekem kell eldönteni, akkor a Woodba megyünk. Mehet, let's go. Mindenki bealudt, annyira izgi ez a játék. Mondjuk ez egy ilyen chilles játék. Na, azt mondja, hogy 12 épületet kell teljesítenünk, és amúgy jó lenne, ha 1000 dollár maradna a végén. Tök chill. De amúgy azért is választottam ezt. Complete the level without having a single tree removed by railroad. Aha. Nyilván, erdőbe. Jaj, de jól néz ki. Oda néz. Ott van a fakitermelő üzem. Csodálatosan termelik, vágják a fátot, és annan kell elszállítani a deszkagyárba. Oda. Kiváló. Na most ezt azt mondja a játék, hogy úgy kéne előadni, hogy nem döntünk ki fákat, vagy vágunk ki fákat, mert ugye ahogy így rakod a vonatot, ki lehet szedni a fát. Ergo, most akkor benyomok egy olcsó kártyát. Ha én azt csinálom, hogy így, akkor az konkrétan nem szed ki fát. Megkerüljük az erdőt. Nem egy Lies of P and Boss. Így van. Valóban. Ez egy helyes észrevétel. Ott konkrétan IKEA gyár. Haló? Hát ott csinálják a széket. Ott a kalax ott készül. És akkor utána a széket meg viszed a városba eladni. Nagyon jó. És akkor ami még kellene nekünk, hogy itt Tejci az jön ide a sajtoshoz. Meg a városba is. És azt ahol látom, hogy hogy gondolja. Oké. Tehát, hogy azt mondja nekem a játék, hogy ne vágjak ki fát. Nagy huncut vagy te videójáték amúgy. De én huncutabb vagyok. Jó, amúgy egy csípkártyát adhatnál te sem. Csak úgy alapvetően nekem. Jó, azt mondja, hogy ezt... Így. Az a baj, nem merek nagyobb csiki-csukit előadni. Mert nem tudom, hogy milyen épületek jönnek még. Na azt mondja, hogy igen, az jön ide. Yes, jó, leraktuk a bázist. Szóval ugye a izéket. Annyira jó zenéje van. És akkor úgy kéne, látjátok már, hogy átmenne, és akkor az így fába kerül, az 10 dollár kivágni egy fát. Hát fel vagyok háborodva. Igen, ez ide bekötődődődik. Ez ide kötődődődik. De várjál, ott is fel tud... Aha, várjál csak. És mi van akkor, hogyha azt csinálom, hogy ezt meg ide. Így mondjuk, és ez lehet heavy is. Very big bónuszok. És akkor az egész, hogy még a széket is megkapja, kell itt egy ilyet csinálni. Elhogy. Nagyon jó. És most jön majd a szívás, hogy jön olyan helyre város, hogy nem fogom tudni használni valamelyik zállomást. Na, lássuk épületet. Pű, ha pű, ha pű, meg ha pű. Meg még egy hapű, meg még egy hapű. És még passengert is kell csinálni. Ami... Na, erről beszéltem, hogy szívás. Tehát az csak oda... Csinálnom kell még egy állomást? Tehát az csak... De oda se tudnám, mert ott van. Hé, hey, Puncher, elrontottuk az egészet, mert a két várost úgy kéne összekötnöm, hogy ugye direktbe
Egy utazós vonattal. Viszont annak kell egy lane, egy vágány. Különben nem tudom összekötni. És mivel ez az oldal lett szabad, vagy maradt szabad. Aha. Tehát az akkor így nem jó. Ez így fixen nem jó, gyerekek. Újra kell kezdenünk, mert itt ezt tudnám bekötni egy ilyen rohadt nagy elkerülővel. És az fába is kerül rá, de jó, újra. Restart leveling. Sorry, elrontottam, de tudtam, hogy ilyen lesz. Jó, apply. Na, az eleje az oké volt. Az eleje az így oké volt. Ezt megcsináljuk megint gyorsba. Úgy, ócóba. Oké. Tehát ott a városnál hagynunk kell helyet, hogy erre lefelé le tudjon jönni egy sávon valami utazós vonatos. Puty, puty, puty. Igen. Tehát ezt így kellene bekötni ide. És úgy kellene. Szia, Lusti Panda! Hello, hello! Hogy ugye innen... Innen bejön egy ide. És mi van, ha innen bejön egy másik oda hátra, és ez bemegy oda. És onnan egyetlen egy jön ide. Hogy, ja, valamelyikre, ide. Nem a hátsóra kéne jönnie. Mert ez lesz a, ez a line lesz a passenger, majd ide ehhez a faluhoz. Így. Na akkor tehát. Ami jó volt, az olcsó híd a kártyával meglépett dolog itt így lefelé. Az jó. Most készül a sajt. Innen kéne eljuttatni, ugye ide. De innen be tudom kötni ezt ide. Egy olcsó híd kártyával, és innen ezt az egészet be tudom kötni itt. Nem jó. Mert akkor ezt a kettőt lefoglalom, tehát akkor ezt vagy hátul kötöm be szintén, és akkor innen tudom bekötni a városba, és minden egyszerre stackelve megy be. Nem? Vagy de? Vagy mi? Ja Istenem. Azt hitted, hogy ez ilyen egyszerű lesz. Legalábbis én azt hittem, de nem. Hát, hogy mind a kettőt lehet használni. Nem, mert hogy azon is élek, hogy azt is lehet, hogy ide még jön egy, és ez a rész meg jön ide. Csak akkor a stack bónusz nem lesz meg. Jó, túl sokat agyalok. 119. Mi van, ha... Mi van, ha így S betűbe megyünk? Ez 91. Hát... Hülye vagy? Csak úgy kéne lerakni, hogy tudjuk használni a másik vonalat is. Ez 92. Jó, legyen. Mi újság, Lusta Pandi?
Lusti Pandi, bocsánat. Ami panda. Nem, mindegy, negyedjére csak összemondom. Hogy elmondom jól a nevedet, ne haragudj. Remélem fát nem szedtem le. Akkor most kijátszom mind a két kártyát. Mert én itt erre hátra fogom elvinni, mert én ilyen vagyok. $120 zsír. Igen. És akkor most innen bekötjük a városba. Leneszed a fát, mert meghűlök. Azt akkor azt nem tudom ott használni. Nem jó! Ah, de jó. Boy. Semmi extra meg vagyok, köszi. Na, zsír. Az jó. Ha. Kiváló. Épületek. Hogy teltek az ünnepek? Jó volt. Semmi extra. No és akkor most van az, hogy most ez így jobb szerintem egy picit. Itt elkészülhet a szék. Ó, de várjál, hát itt csalafintaságok ütik föl fejüket. Hát ott le kéne mennünk egy híddal, és be kéne kötni az egészet ide, mert hogy itt le kellene akkor a fákat szedni, azt meg nem szabad. És akkor ezt meg ezt be kéne kötni ide a városba, és ahonnan jönnie kéne egy izé vonatnak is, egy áruszállítónak, és nem csak a passenger vonatnak. Na jó. Tehát csinálnunk kell lenne egy állomást a városnak. Igen. És akkor a passenger-t megcsináljuk. De jó, hogy nincs olcsó kártyám, mi? Ja nem. Fára vigyázz! Fára vigyázz! Igen, ez a terv. Hoppá. Luxury passenger. Hogy? Nem voltál, és rá kellett fanyalodnom Nessai vodokra. Nani? A jó Isten. Ezt neki nem mond így el. Tudod, mit kapnék érte? De hát azért ott van az én volt a csatornám, azért, vagy ott már minden megvolt. Az nem baj, csak kérdezem. Amúgy azt is csinálhatnánk. Sőt, az még jobb ötlet. Nem tudom, ki ötlete volt, de ez tök jó ötlet. Hogy ezt nem a városba kötjük be, hanem ide. Okay. És innen kötöm. Na ne, hát az ott nem volt blogd az előbb. Mónika! Na. Hát direkt úgy... Ne. Hát direkt úgy építettem, hogy az jó legyen. Hát, hogy a lovat, azt a telibe vert nénikédet, hát nem hiszlek el. Hát oda akarom... Na ne. Abszolút így akarta. Hát akkor tudod mit? Akkor így. Velem te nem. Én velem te nem. Te, én velem te nem.
heavybe, persze. 238. Pész. Igen. Jó, és akkor azt kellene, hogy ezt a oldalt itt rákötjük ide, és a izék között legyen egy áruszállító kapcsolás. Tehát... Kötve. Yes. És akkor egy dolog hiányzik, innen a szék, ami úgy fog eljutni, hogy itt megcsinálják a széket, és leszállítják ide, innen elviszik ide, innen elviszik a városba, és innen... Magyar Vasutak ZRT, jó napot kívánok, miben segíthetek? Á... Nem. Nem működik az a izé... Nyavarult siblis féreg. Hát vagy ide kötöm be, ugye? Az is jó lehet. Ne? Ha meg lehet csinálni, de nem tudsz olyan kis untotot kanyarodni? Hát persze, hogy nem. De az mondjuk, az vad. Ez... probléma, hogy oda nem tudok kötni. Tehát az egész hadművelet, hogy így mondjam, arra volt alapozva. Oda mondjuk be tudom kötni. Aha! Jó, működik. Megvan, kész. Sztár, ott a minden kompletta. Holnap lesz a szülinapod. Wow. Hát előre nem kívánok, de... GG a level uphoz. Nekünk még megvan a... Hát az $1000 nem lett meg. Jó van, akkor tartsd meg a pénzet, a bocskos állat. Csak hogy az ünnepi idézésekre rám, de a fa kitermelés megvédését azt megtartottuk, vagy megcsináltuk. Yay! De most, hogyha igazán izék lennénk, azt csinálnánk, hogy most meg itt csináljuk meg az első mappot. Steamacsi, minden van, hallod, itt minden pörög. Minden pörög. Abba a pillanatba. Ezt tudjátok, mi nézzük meg most ezen a mappon a másikat, csak hogy a változatosság gyönyörködtetése végett. Oda néz. Na, azt mondja, hogy 14 épület, legalább $1200. Nani? Hogy mit csinálsz? Create the industry of your choice on an empty construction site. Hoppá! 31-én is elsőjén megint nem leszel? Fogalmam sincs. Közben Shazam! Az egyetlen, az igazi, vagy a 131-dik. Nagyon szépen köszi a követést. Üdv, Shazam 131. Ahogy Illusion 044. Nekem jár a taps. Elég. Csak megfejtettem. Szóval, hogy én mondom meg, hogy milyen konstrukciós szituációni lesz, és hol. Milyen érdekes. Tehát van 1, 2, 3 construction, és akkor én tudom kiválasztani, hogy például itt Iron Coal, Tool Factory vagy Cheesery legyen. És ugye neki kell, megvan, hogy mire van szüksége,
És hol van a... Várjál, három van. Egy, kettő, három. Cheese Factory kell. De a Tool Factoryhez meg kellenek alapanyagok, nem? Tehát... ide, most csak tesztelünk, cheesery. Yes. Akkor onnan a tejet oda tudjuk, a cheesery oda, és akkor megvan a cheese és a tej. És akkor a Tool Factoryhez az is kell, és ahhoz kellene nekünk coal is, meg... Tehát ott van. Aha, jaj, várjál. Azt nem oda akartam. Illusion csak, oké. Oké. Csőcső. Na várjátok, igen, és akkor van még egy illusionista kártya. Bocs. Ahol nekünk steelwork kellene, nem? Igen, és akkor a maradék honnan lesz főnök? Tehát ki fogja letenni? Na jó, mindegy. Meglátjuk, ugye? Vak is megmondta. Na figyelj oda. Egyszer ezt oda. Azt mondja, hogy... így. Ócsó János, legyél, légy szíves. Igen, ott így, így, és oda. Kicsit így visszahúzzuk, úgy. Úgy. Megindul, megindul. Csúcsú! Szia kis Berszan, hello, hello. És akkor most kapok épületet, most már automatice. Ja nem, ez is most random, hogy... De hogy? De hát nincsen kól. Hát... Kiskezi csok. Hát jó van akkor. Na jó. Ezt itt kössük be, legalább az. Egyelőre nem értem a cheese-iót, érted? Mert a cheese... Kártya, ó, na ott van a... Aha. Gondoltam, hogy ez lesz. Tudtam, csak nem sejtettem, ugye? Azt mondja, hogy... Ezt itt meg kéne csinálnunk... mondjuk Ironnak. Iron Musk. Ezt ott megcsináljuk Cole-nak. Call me up before you go. Igen, és akkor itt kellene valami jót összehozni. Méghozzá ami igen, hogy ezt ide. Hogy ott le tudunk menni? Hát híddal. Ó, hogy a teli bevert jó. Júj! Haldoklik a csávó, érted? Kijelzőkkel. Na, ezt itt össze kéne kötni. Csak úgy mondom, 119 dollárért, jól össze van kötve. Igen, azt oda lerakod. Oda bekötöd. Úgy, ezt a kettőt összekötöd, akár így. Így. Mindjárt jönnek az épületek, nyugi. Kicsi stack bónusz. Pénz, pénz, pénz. Ömlik a pénz. Kuty. Ez mekkora izé durtva, hogy mert te rakod le, hogy melyik gyár hol legyen. Jó, ezt itt be kell kötnünk. Oda. Mondjuk, ha kitalálja, hogy... Jaj, nem jó. Nem jó. Reload checkpoint. Azt hiszem, az volt az utolsó lépés visszatöltős. Nem jó helyre raktam le. Igen, ezt ledobja. Nem jó vonalra húztam be, mert kell majd passenger-t csinálnunk.
hogy ezt itt be tudjuk kötni, csak ugyanoda kell, ahol már volt egy. Ja, csak nem lesz jó, mert akkor meg tudom használni ezt a izét ott. Jó. Imádkozunk, mint a bocsáska gyerekek, vagy mi imádkozó sáska, bocsás. Hogy jó legyen így, a jó legyen úgy. Azt mondja, hogy... Egy industry kártyám van, jó napod. A... Teljes... Meg izé... Ez meg itt egy város. Köszönöm szépen. Ez meg a tettolkom volt. Tehát a várost, a várossal össze kéne kötnünk egy vonattal. Vonatval. Ezt úgy kell mondani, vonatval. És mindezt úgy, hogy nekem arra a sínpárra kellene bekötnem a vonatvalt. Akkor jó van akkor, Mónika. Jó, ezt ide lerakom. Meg oda is le kell rakni egyet. Úgy. Végtelen chill a játék, aztán amikor így elindulnak ezek a durva pályák, végtelen rage is tud alakulni. Hát figyelj, legyen heavy, hát persze. Nyelvtan 5-ös, köszönöm szépen. A hülye. A gyerekek, ez olyan, mint amikor Unót játszok, hallod? Ez a 15-öt föl. Normális. Aha. Nyilván. És hogy kap? Ő neki miért nincsen túlja? Ja, mert hogy nekem itt még egy ilyen túlkészítő üzemet össze kéne hozni. Ó, hogy anyám. Na jó. Ide kellene letenni valamit. Oda. Tool Factory, Steelworks, Coal Mine, Iron Mine. Hol van még? Ott van egy. Igen, tehát 1, 2, 3, 4. Aha. Oh Jesus. Tegnap játszottunk Junior Unoval, nem +2 és +4 van, hanem csak +1 és +2. Na jó, hát ez ilyen könnyített pálya, hát ez nem az igazi, nem az életre tan... Van ilyen külön, hogy Junior Uno. Wow. Szerintem teljesen normális, a normális Uno is teljesen jó. De unoka húgom 4-5,5 évesen konkrétan megaláz benne, de most ebben nem menjünk bele, tehát hogy ez lehet, hogy inkább az én képességeimet minősíti. Szóval, hogy így... Nagyon durván nyomja. Na jó. Igazából tök mindegy. De csináljunk ide egy... Nem, azon, várj, amit megcsinálunk első körbe, az be kéne kötni az utasszállítós történetet, és ahhoz van egy crossroadom. Na várjál, a passenger vonatnak kellene így mennie. Ahhoz tudunk egy crossroad kártyát használni, és akkor már is más a helyzet. Mert akkor úgy át tud menni úgy keresztbe. És ez így akár működhet is. Passenger trainnek. Klutty. Gyönyörteljes, elképesztő és csodálatos. Hát ez vagyok én. Na és akkor most kéne azt megcsinálni, hogy ide berakunk valamit, meg oda lerakunk valamit. Meg oda. Oké? Okay? Szóval, ide lerakunk
Várj, igazából most azt hagyd gondoljam végig, hogy tök mindegy, hogy hova rakok Remit, mert összeköttetések vannak mindennel, mindenhol. De nem, mert még ide a városba kellene a túl miatt vagy várjál, nem biztos. Mert hogyha azt csinálom, hogy ide lerakok valamit, azt ide bekötöm, tehát hogy innen ez lejön ide, innen ez bejön ide, az be van kötve a rendszerbe, ugye igazából nem kell pontosan összekötni, hanem a rendszerbe be kell kötni az a egyes elemeket, és akkor innen be tudom kötni ide, és innen meg be tudom kötni ide. Na most az a kérdés, hogyha innen ezeket, és hogyha ide csinálok egy extrát, akkor már meg is vagyunk igazából. Jó. Kellene nekünk egy mountain train is. Meg vannak híd kártyák is. Tehát akkor meg tudjuk azt csinálni, ez itt egy mountain train lehet? Vagy ez legyen egy mountain train? Ide? Meg. Vagy innen ide lehet egy mountain train. Az mondjuk még durvább. Ha ezt tudjuk használni. Na jó. Tegyük le a dolgokat. Azt mondja, hogy itt legyen mondjuk egy coal mine. Tök valid, hogy az ott van. Itt lesz egy iron mine, itt lesz egy steelwork, és akkor a tool factory marad oda, és akkor lent van minden épület. És ugye már csak a bekötéseket kell összehoznunk. Tehát, hogyha ide lerakok... Jogi, gondolkodik, fáj neki. Annó volt a balatoni táborban, hogy 4 paklival unoztunk. 16-an életem leghosszabb 3 órája volt. Wow, az komoly. Akkornak jó pihenés, köszi szépen, hogy voltál. Hello. Most azon matekozok, hogy ide kéne bekötni innen. Mégiscsak, hogy... Várj. Ez azért nem lesz jó, mert ezt itt... Mondjuk azt ide is tudom kötni. De valahogy nekem be kell juttatni ide a városba az alapanyagot. Tehát, vagy a cuccost. Aha. Tehát valahol össze kell kötni, úgymond. Tehát hogy úgy él a fejemben, hogy van itt ez az egy áruvonal, meg van itt lent, ami eddig itt lent van. És a két város között úgymond nem megy áru, csak utas. És nekünk csinálnunk kell egy vonalat, hogy valahogy bejusson itt az északi áru rész, meg a többi. Tehát össze kell kötni valahogy. Ergo, vagy ide kell bekötni az összes többiről valamit. Jó. Hát a feladat adott, ugye? És ez mountain trainnek, vagy jeep izével. Ja, de várjál, ide kéne egy állomás is, hellóka. Jeep izével. $79. És a mountain trainnek mondjuk, egész jó 32 méter. Az jó, figyelj! Platty. Oké. Azt úgy, ez be van kötve. És ha be van kötve, akkor bent van. Köszönöm szépen. Ez
Most itt nem kell figyelnünk arra, hogy kivágok-e fát, vagy sem. Ennyiről a másikról is mehet, és akkor 58. Vagy még olcsóbb lesz ezzel, és akkor 29. Megfelezte, baby. Yes. Igen. Az be van kötve, ez nincs bekötve. Ez ide is jöhet akár. Vagy oda. És akkor ezt a kettőt, ezt nem, de ezt meg ezt lehetne. Hűha. Szia Legendary, hello hello. Elgán. Ezek be vannak kötve a rendszerbe, ide neki még kellene szén. Tehát, hogyha ezt bekötöm ide, ő megkapja a szenet, viszont ez a fenti rész nem kapja meg a cuccost. Tehát double direction összhetünk is, hogy itt lerakom az állomást. Igen, nyomunk egy ilyet és egy ilyet. És elhozom ilyen huncutba ide. Heavy-be ráadásul. Oda néz, Mihi. Az, hallod? Az ám meredekség. Folyunok. Igen, és akkor egy cheap rail-lel még itt ezt ide bekötjük, és akkor elvileg meg is vagyunk. És akkor mindenki megkapta a mindent is, és még egy kis pénz. 20%. Hát nem lesz meg, ami kéne, mi. 1200 dodónak kellett volna lenni. Hát rá se függ, de megcsináltuk a pályát. Jól néz ki? Én csináltam, köszönöm szépen. Te konkrétan zseni. Next. Te vagy már egy next. Level kompletta. Ugye szép. Puty. Jó, vissza a másik mapra. Irány az erdő. Még amúgy 4 mapot kell megcsinálni, és megnyílik a... Ez a region, a Golden Dunes. Dunes. Utána van Nugget Creek és Evening Star Valley. Érted? Várjál, hun vagyok? Ott. Kettes. Na még egyet csináljunk. Ma ilyen rövidebb adásos történet van. Mert hogy még hát visszaérkező üzemmódban vagyok. Fogalmazzunk így. Mit kell csinálni? 16 building. Bill. No. Igen, 600 dollár maradjon legalább. Remove exactly 15 trees with a single railroad. Nani? De jól néz ki. Free tree removal. Wow. Na, azt mondja, hogy mi van itt? Aha. Aha. Tav. Aha. De miért kell engem szivatni? Amúgy. Hát de most komolyan. Hát ez ilyen degecről jött. Mármint a... Mindenhova is állomást. Ez az. Jó, és akkor most az úgy nem kerül pénzbe. Onnan leszedni a fákat. Cool. Jó, ez így megvan. Készül a kenyér. Kenyérke. Elindul a kifestő. De hol a vár? Nincs még város. Kaptam egy ilyen Railroad Crossing kártyát. Tehát ezt az, amit csinálják most, te szerencsétlen videójáték, te... Jó, ezt meg úgy kellene összehoznunk, gondolom én, hogy... Hát ez most fába fog kerülni.
Így? És exactly 15-öt mondott? A 150. Tehát rá lehet kanyarintani igazából. Tehát rá tudunk így menni így kanyarba. Tehát ennyit kellene kivágni egy vonallal, a 150. Hát igen, ez most 80 dollár, plusz a vonal, az még 130, tehát 200 dollárba kerül ezt megépíteni. Te hülye, és hogyha csak így... híddal együtt olcsóbb megépíteni. Hülyének nézel abban a pillanatban. Akkor jó van, akkor így lesz. Úgy is lett, ugye? Hogy a híres reklámban is benne van, pű. Daböldi város. Azt halas, az hol van, te nagyon... Oké. Okay. De várja, mert nincs is, hazudik, hát nincs is. Nincs is hal. Jó, itt készül a szék, ott a deszk, ott meg az izé. Aha. Ez nagyon jó. Majd kell passenger is, ne felejtsük el. Úgyhogy ezt szerintem így lenne érdemes lerakni ide. Igen. Olcsó híd az van. Tehát le tudjuk itt hozni mondjuk. Meg ott van egy olcsó út. Kártyánk is. Tehát tudunk olyat csinálni. Hogy ezt ide mondjuk, és akkor egy olcsó útkártyát használva elhozzuk így a dolgot, a cuccot, az árut oda. Bef. És akkor ezt meg, hát mondjuk lehet, hogy még mindig olcsóbb lenne. Majd olcsó híddal ezt ide bekötni, az működhet? Innen, olcsó hídkártyával, oda, az csak 70. És fa kitermeléssel együtt, ez 90 fa, 154 dollár. Aha, és hogyha erre elhozom, meg tudjuk-e csinálni a feladatot. Tudjátok, a 15 fa kitermelésös feladatot. Úgy, majd hogy nem. Na jó, hagyjál a fa kitermeléssel, te szemét. Igen. Ögy. Klagy. Pénz. Zúgy. Na most azt rontottam el, ugye közepes szinten, innen. Én úgy voltam vele, hogy majd itt bekötjük, de hát ugye ez butaság. Innen erre ide kellene bekötni. Az mennyi pénz? És mi van, ha egy rossz roddal? 121 dollár. Amúgy? Ez a Hobbit falvának a zenéje. Fa? Veldurf! Nagy uram! Fa kellene! Nem fa vagyok? Hanem ent! Úgy! Ilyen hangeffekteket kell adni amúgy hozzá. Pű, meg még egy pű. Na ott a halas József, kettő is! Ó, hogy a telibe vert nénikédet. Jó, de semmi gond nincsen. Mondom nektek, mi fog történni. Ide építünk ilyet. Az passenger kártya. Amúgy. Videójáték. Passenger kártya.
az így... Akkor jó van, akkor... Szemétláda. Semmi kártyát nem ad, hát zéró pénz. Ajajajajaj. Akkor jó legyen így. Világjegy. De most adják persze most adják kártyát, te... Jó reggelt. Mi újság, Veldurf? Mik a tervek szilveszterre? Hát én ilyen nyugdíjas verzió vagyok, tehát hogy végtelen terveim vannak, akkor a buli lesz, hogy bealszok. Nincs semmi terv. Két opción gondolkodok, vagy két opció van, aztán majd A vagy B lesz. Ennyi. Benne állatok, mindenki ilyen hatalmas party animal? Nyomjátok majd itt azért hajnalok, érted a bulit, ne? Szeg az én időmbe. Voltak még ilyenek. Csapat, akikkel találkoztál, leszervezett egy szilveszteri buli. Oké. Okay. Akkor pont lesz, az lesz, mint nálam, gémelek hajnal kettőig, aztán szundi. Hát körülbelül. Az öreg banda, ahogy Nessai mondta. Úgy, hát... Erre vén emberek vagyunk, érted? Szegény is mindig... Mindig úgy eszembe jut, ő is már szilveszterkor itt a szegény állatkák, érted, a főleg kutyusok itt szenvednek a nagy csinyadratta miatt. Ugye petárdázás, meg tűzi játékozás. Komolyan. Annyira utálom. Tükudum, tükudum. Pütyü. Igen. Várjál, mert akkor ide... Mi hiányzik innen? Ja nem, semmi nem hiányzik. Hanem össze kéne stackelni a bulikat. Miért nincsen utaskártyám? Tudok várjál. Ja, tudok a kártya nélkül is. Ja, az luxury-re vonatkozik. I see. Oké. Okay. Ezt itt össze tudom kötni. Anélkül, hogy kivágnék fát. És akkor ez lehet passenger train. Aha. De várjál. Hogy áru nem érkezik a városba ide. Uno momento! Mert ezt is be kell kötni, tehát árunak mindenképp érkeznie kell innen. Ó, hát ez... Aha, ezt jó, megszivattuk őket, a Roger, hát ez fantasztikus. Tehát a halat valahogy még be kell hoznom ide. És az ide érkezik, és... Aha. Szóval ezt hozom be, akkor vagy ide a városba kell hoznom, vagy ebbe a városba kell hoznom, vagy a halat. Ugye a két város között nincsen csak utasforgalmam, nem, nincsen áruforgalom. $600 kellett volna maradnia? Aha, hát persze. Ez pont van, ja nem. Shit.
Jó, hát ez el van kettyintve. A rohadt életbe. Csináljuk. Mindenhogy szar. De tehát az a... Az a nagy helyzet. Is be kell kötni. Akkor lefoglalom itt ezt a csatlakozást. És akkor ezt a kettőt tudom még használni, és be kell kötnöm ezt, meg a halat. Tehát ezt most így meg tudom csinálni. Csak rohadt sok pénzbe fog kerülni. Illetve nem túl ideális. A szitu. Ingyen fa. Ingyen fa. Így, és akkor még a széket be kell kötni, vagy ide, vagy innen oda. Egy jó drága híddal, 150. Anyád. Hát kész vagyunk, megvan a pálya, nagyon jó, csak az extra izé nem lett meg. 40, mi? Igen, $46 hiányzott. Shit. De kész van, oda néz. Juhú. Oda néz, forgatom. Na, szóval így volt. Oda, milyen telepasztal lett. Csoda jó. Hell yeah, na jó van. Csing, 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 csing. Pénz. Pálya. Itt is van 6 pálya. Meg még itt is van 6 pálya. Hát van mit csinálni. Na jó, srácok, viszont én már most ennyi leszek. Úgyhogy egy ilyen kis csillesen voltam is rövid ideig. De remélem azért. Jó, hát tök jó ez a játék még mindig. De tényleg, fixen élvezhető és fixen szórakoztató, legalábbis szerintem. Remélem ti is így gondoljátok. Meg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. A mai, hát a karácsony után visszatérő Bag Little mámorosan itt lévő streamre. vagy valami ilyesmi. Minden esetre nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy voltatok. Találkozunk szerintem holnap. Holnap is jövök. Most ez a hét, ez ilyen lesz, hogy ilyen nem tudom, hogy mi. Valami lesz. Jó? Úgyhogy megyek, azt birizgálom a GoXLR-t, hogy még jobb legyen a mikrofon hang nektek. Még így a végére Per Pete-nek nagyon-nagyon szépen köszönöm. A 27. hónapot pörögjenek a hype-ok. Köszi szépen a támogatást. Még így a végén. Én is nyomom. Köszi. Ja, ennyi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Jó pihenés, remélem, hogy kevesen térnek vissza a munka elé, így a két ünnep között. Remélem, sokan tudtátok mi az már Szabinak, vagy ilyesminek kivenni. Úgyhogy jó pihenést, akinek úgy van, aki dolgozik, azoknak kitartást, és holnap találkozunk. Szép estét!